Szervusztok, kedves értági túlhallgatók! Kis túrán vagyok a mikrofonnál, köszöntelek benneteket újabb agymenésünkben. Itt van velem kollégám Lenkár Péter is. Szervusz Péter! Szia és sziasztok! A, mint agymenés pedig tényleg az lehetne valahol, hiszen bár megszokhatnátok már, hogy a filmeket szoktunk taglalni, illetve szoktunk tárgyalgatni. Most ismét, ismét filmekről fogunk beszélgetni, illetve rendezőkről is, meg egy producerről is, de kicsit úgy másképpen, vagy más filmekről, más megközelítésből mert hogy ö, olyan rendezőket válogattunk itt ki, konkrétan kettőt, illetve majd említek egy harmadikat is, ha meglátod, akik az úgynevezett blockbustereknek, vagy kasszasikereknek az alkotói, megalkotói, főként nyilván Hollywoodról beszélünk nyilvánvalóan, tehát nem beszélünk majd művészfilmekről igazából, vagy, vagy független filmekről. Ezért talán picit másabb lesz itt, mint hangvételben, mint témában az a mai beszélgetés, vagy adás, úgyhogy ö, én elvállálom akkor azt, hogy ki az a három ember, akit is akkor majd negyedik névként a négy illető, akiről fogunk beszélgetni. Uh, inkább mondok filmcímet, egyet, 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 és akkor lássuk, hogy tudod, -e melyik, melyik. <gül> jó? <laughs> ja, hogy most ezt tesz. Engem. Igen, jó, megpróbáljuk jaj. így. Uh, jó, akkor tehát a rendező nevét kérem, mondom a filmcímet. Um, 2012. Ja, ez nem az, amikor De ez, ez a filmcím, szó. igen. De ez a 2000. 12, ami 2009-ben készült, nem? Ez Igen. egy Ronald Emmerich film. Na, de, na, ez az. <laughs> Jó, akkor mondok, mondok egy másik, tehát Ronald Emmerichről van szó, mondok egy másik film címet is, mondjuk legyen akkor a Pearl Harbor. Hát az meg gondolom akkor, ha már tesztelsz, akkor a másik mai híres nevünk, az pedig most úgyse fog eszembe jutni. Öböl, Mihály. Igen, igen, Michael B. Igen, igen, bocsánat. Már nem szoktunk nevekkel viccelni, de ez most így, igen, segítségképpen akkor. Igen, tehát Pearl Harbor és Michael B. És akkor van egy összekötő kapocs közöttük, bár inkább Michael B.-hez köthető, egy nem más, mint Jerry Bruckheimer, aki inkább ugye producerként tevékenykedik mai napig Hollywoodban. Egyébként az illető nevek, ugye majd lesznek kapcsolási pontok a nevek között. Ugye Roland Emmerich, egyébként német származású tudgában született, jelenleg 65 éves, és hát elvileg még mindig aktív ugye a filmiparban. A Michael Bay, ugye ő 55 éves, ő Los Angeles szülötte, tehát ő nem igazán ment távol a hollywoodi verkektől, vagy hát inkább pontosabban ott született bele a jóba ha már jó az neki. Illetve a Jerry Bruckheimer ő pedig Detroit szülött, ő 77 éves, tehát ő viszi a primet ilyen szempontból. A negyedik név pedig azért érdekes, ugye Tony Scottról van egyébként szó, aki elhalálozott már, ugye? És ha valami szám, akkor ő öngyilkos lett talán, nem? Nekem is ez, ez ilyen információim? De már. lehet, hogy tévedünk, reméljük, hogy azért. nem. Hogy Ridley Scottnak a testét? Ő Ridley Scottnak a Nem emlékszem pontosan. nem szem, tudom. Talán. A kapcsolódási pont pedig ott van, hogy Jerry Bruckheimer ugye producerként, főként Michael Bay dolgozott ezek közül együtt, tehát a filmek közül, amikről fogunk beszélgetni nagyon de nagyon sok Tony Scott filmek volt producere Jerry Bruckheimer, ott majd mondok még címeket, neveket. Valószínűleg ezek közül a címek közül mindent ismernek az emberek szerintem, vagy legalábbis 90%-ban. Pont ezeknek a filmeknek az a lényeg egyrészt, hogy uh, hát... Jusson el mindenkihez, jusson el, és szóljon mindenkinek. És szórakoztasson mindenkit igazából, mert ezektől a filmektől nem azt váljuk, hogy majd nekünk nagy morális problémákat fognak talán felvetni és megoldani, vagy, vagy ráébreszteni bennünket arra, hogy mondj, persze, bizonyos szempontból meg ezt akarják ezek a rendezők valahol, hiszen a, ezeken a filmeken vagy sírsz, vagy nevet szerintem, és mind a kettő Vagy inkább, is is. Vagy is, is tehát ha semlege, én inkább semlegesként tudok vagy reflektálni, vagy nézni de hogy azért hatásvadászok ezek a filmek, hiszen nem csak a költségetésük indukálja azt, hogy akkor hatalmas robbanások a világ elpusztulása hatféleképpen, és egyebek is meglennek ugye bennük, meg hát megmentenek itt elnököt, befagy az egész bolygó szinte, akkor ugye elpusztul nagy özönvíz által, ugye a maják jósat alapján 2012-re satszolt világvége, jönnek űrlények, akik ugye egész nyörkot nekünk itt szétrombolják, vagy terroristák támadják meg, ugye, vagy foglalják el a Szikla néven elhíresült, vagy megismert ugye, uh, börtönét, akkor van itt egyébként még szifi azon kívül, tehát Godzilla, a Sziget című szifi, ugye a holnap után is talán szifinek tudhatóbb a függetlenség napja egy és kettő, és még sorolhatnám, de vannak ezek között a filmek, mondjuk között vannak olyan a címek, például a Hazafi, Roland Emmerichnek a Hazafi című filmje, 2000-ben készült, Patriot ugye Mel a főszerepben, ami nem látványfilm, de azért mégiscsak beletartozik arról, hanem a arról, nem emeriknek a filmes világába. Tehát ez a nagy amerikai világ megmentés. Jó, itt nem világot mentenek. Hát meg, itt de... inkább a hazafiság tényleg az körülérbe, illetve az amerikai polg... függetlenségi háború, ugye pontosabban? Hogy van? Igen, függetlenségi háború taglalja, igen? Nem, nem amit, a, amit a mikrofon. Van, vagy mielőtt bekapcsoltuk itt az adás felvételét, mondtam, hogy például ő, ő ugye német születés, mondta is, hogy Stuttgartban született, és ő lett a legnagyobb amerikai. Tehát ő rendezi a, a legnagyobb hazafi filmeket, ez mondjuk sokat elárul a német identitásról is, tehát a, 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 ezzel az Amerik névvel azért elég nehéz amerikainak lenni, de persze most ebben nem menjünk bele az ilyen részletekbe. A visszakanyarodva még, hogy is csináljuk ezt a műsort, ugye csináltunk még a tavalyi évben két ilyen rendezős podcastet is, a, itt azért Belő, de akkor inkább dicsértünk. Tehát ugye Spielberget vettük elő, meg az ő pályafutásukat vettük gorcsa alá, és inkább dicsértük őket, mint kritizáltuk, bár azért a kritikát sem hanyagoltuk el. De úgy gondolom, hogy ebbe az adásban, de mondtad is, hogy a hangvétel azért most egy picit más lesz, azért is Ted inkább te össze ezeket a, ezt a két nevet, vagy hát hármat, ami aztán össze is kapcsolja őket, mert van egy olyan érzésem, hogy egyikünknek sem ez a, nem ez a, nem, ez a, műfaj, amit ők képviselnek a kedvenceink, nem ezért szeretünk filmet nézni, nem ezért szeretünk amerikai filmeket nézni, vagy hollywoodi filmeket nézni, viszont tényleg az ilyen filmek, ahogy mondtad, hogy mindenkihez el kell jusson, mindenkinek kell, tehát hogy mindenkihez kell szóljon, hogy, hogy ez tényleg az a, az a Kategória? Vagy az, a, az a, az a mozi iparág, amit ők képviselnek, ami tényleg már az iparról szól. Tehát nem arról szól, hogy van valakinek egy, egy ötlete, és azt megpróbálja uh, a mindenféle keretek közé befoglalni, hanem, hanem nekik tényleg az a dolguk, és ez a Jerry Brackheimer nevű fickó. Meg ez... hozzá a lóvét, így, szóval Igen, szóval. igen. Ő az, aki, aki tudja, hogy kinek kell szólni, hogyha, hogyha valaki, valakinek van egy akármilyen minimalista ötlete, és abból egy ilyen nagy, grandiózus filmet kell csinálni, mint amilyen címek itt elhangzottak az elmúlt percben. De úgy azt hiszem, hogy talán őket taglalják úgy is, hogy hallotta már hasonló öm, hát megfogalmazást, vagy összehasonlítást feléjük a két rendező felé, B és emeri felé, hogy Uh, mint hogyha szinte versenyeznének az éves során, hogy ki tudja jobban is nagyobb hatással, illetve ráhatással lerombolni a világot, vagy, vagy uh, szétrobbantani a világot. Hát ugye csak gondoljunk bele, ugye világvégés film a 2012 emeléstől, akkor azért uh, világvégés a függetlenség napja is fényegében, az egy is, a kettő is. Hát. Világvégés a holnap után is, hiszen az egész bolygó be akar ugye fagyni, vagy be is fagy, az ellen küzdenek, hogy ne történjen meg. Világvégés Michael Bétől az Armageddon, uh, Na hát ez kiköpött a olyan film például, ami mondhat, hogy vagy A világ vége utáni valami hangulat. Hát igen, tehát az már hogy ilyen poszt. kipusztulás, a valami Tehát, hogy a, van. az Armageddonra visszatérve, hogy ez tényleg az, hogy azzal lehet nevetni is. Tehát ott vannak szórakoztató részek, meg ugye sírni, ugye a vége, át, az tényleg, az, az, tényleg egy igazi hatásvadász orgia folytasd akkor, vele Igen, igen, igen. Tehát, hogy, és ugye most legutóbb a hatáshadász kategória két rendező, ugye, és két másik világháborús film, mint hogyha egy szára húzták volna fel őket. Ugye mondjuk előbb, tehát most már 20. éve jelent meg a mozikban a Pearl Harbor, ugye Michael B rendezésében, és ugye tavaly előtt megjelent meg a Midway Rowland emelik rendezésében. Bár a Pearl Harbor pedig nem láttam moziban annak idején, a Midway-t viszont láttam moziban, már csak azért is nagyon kíváncsi voltam rá, abból a szempontból, hogy moziban ez hogyan fog hatni. Hát úgy szépen látszanak benne a repülőgépek, nagy távolságból, nagy totálok, hajók úsznak ugye a vizeken, a csendes óceánon. Tehát így szép film. És látványos. É... Látványosnak nagyon látványos, meg minden, van benne akció is. Viszont annyira elkapta fára vannak véve, tehát éppen azok a dolgok jelennek meg egyik rendezőn is, a másnál a kliségre, kliség hátán. És ezektől valahogy ezek től sem jók ezek a filmek ilyen szempontból. De mondom, tehát a szórakoztatás a lényeg ezekben a filmekben, ez az egyik nagy. Öm, olyan dolog bennük, ami az embereket vagy megmozgat, hogy elmenjenek moziba, vagy esetleg hozzájutsz, megvásárolod a DVD-t, stb. stb. Bár bevallom őszintén, hogy ezek közül a filmek közül többet is láttam, többször mert tehát én is megnézem ezeket a filmeket. Na ezzel kapcsolatban pont azt akartam mondani, hogy az egyik, hogy szórakoztassanak, a másik ága pedig, hogy bevételt hozzanak. Hát ugye elég, elég sok pénzből gyártották le ezeket a filmeket, egytől egyig, nem, hogy aztán se tudjuk képzelni azt a pénzösszeget, amit ezeknek a rendezőknek a filmjeibe beleöltek. A másik része meg ö, veled ellentétben ismerek minden címet, amit itt felsoroltál, meg amiket itt néztünk, de szerintem a felét nem láttam. Tudok róluk, tudom, miről szólnak, de valahogy már, ahogy mondtad, hogy annyira egy kaptafára vannak ö, ö, elkészítve ezek a filmek, amik tényleg ilyen futószalagon jönnek, nem mondom, hogy évről évre, de mit tudom én tíz éven belül mindkét rendező össze tud hozni két-három ilyen, ilyen jellegű filmet. Tehát azért engem azért nem foglalkoztatnak ezek a filmek, mert, mert tudom, hogy mit fogok látni, és én inkább nem szeretném tudni, hogy, hogy, hogy mi fog történni abban a történetben, hogy, hogy valami miatt ragadjon meg, mert attól nem fog lenyűgözni egy film, hogy mekkora az a csata jelenet, vagy hány, hány felhőkarcoló égporig, vagy hányan halnak meg éppen egy jelenetben tehát semmi újat nem tudnak adni. Számára. Na, de azért tényleg, tehát vannak olyan címek, mint mondtam mondjuk Emberitől a Hazafit, ami szerintem azért nézhető, és a maga nemében egy okés filmnek tekinthető, akkor mondanám talán még a Csillakaput, mert az, az első Csillakaputról van szó, Költászfeli csapata, ugye hát a csillakapon, tudunk ilyet South is mondani, akár, hogyha abban mennénk át. Na, de vannak itt olyanok például, mint a, mint a tízezer BC, vagy időszámításunk előtt tízezer, az egy olyan film, ugye Roland Emmerich a rendezője, 2008-ban jelent meg, hogy ez akkora katyva, azt én nem láttam még, tehát, hogy történelmi hitelessége, Hűségen nem, nem tudom, hogy Na. mennyi lehet egyáltalán. Tehát én mindig gondolkodtam, mert láttam azt is, hogy kétszer megkívásoltam, akkor ez most várja -e időben, ez most tényleg működött, hogy Ugye annak a sztória nagyon röviden az, hogy van egy Afrikában élő törzs, dzsungelben valami hasonló, és ugye erre tehát mondjuk jönnek valami a lovasok, és ugye rabszolgaként elrabolják ezekben a, ezeket az embereket, akik dzsungelben élnek. Néhányan túlélik, ott már habakozás is van, és akkor a főszereplőnk az utánuk megy, hogy kiszabadítsa a feleit. Látunk már ilyet. Azt Így tiszta. van. Na, de eljutunk ugye a dzsungelből, eljutunk a sivatagba, onnan pedig eljutunk az épülő piramisokhoz. És még mamutok is vannak a filmben. Időszámításunk megvan benne, például Karfogutygris is megtámadja uh -huh. fősünket útja során, amikor el akar jutni. Elvileg az akkori Egyiptom, de nem? Akkor nem volt még Egyiptom, hát időszámításunk előtt 10000 nem, nem akarok volt. ezzel Na, mindegy, logni, mert mert nem, hát, hogy nem tudom Annyira katyvaszos szerintem, Aha. hogy mindegy. És akkor a építik szépen, meg rabszolgákkal a, a piramisokat, és a többi, és a többi, tehát óriási katyvasz van a fejekben, azt szerintem. Bár mondom, nem vizsgáltam annyira azért a megtörténelmi uh, hitelességében, hogy ez mennyire, bár szerintem nem. És akkor, mi mondtam, ugye vannak fog, elfogadhatóbbak, mint a hazafé, viszont szerintem ugyanannyira a 2012 is, ugye? ami meg a, hát a maja naptárra is arra épül, ugye, hogy megjósolták a maja naptárban azt, hogy a világnak vége lesz majd 2012. December, December 21-én. Mennyi? Egy. nem jött létre. 2009-ben a film uh, létrejött, és be is került a mozikba. Én arra konkrétan emlékszem, hogy az első fél óra után abba hagytam. Ott a Szent törés törésvonal, amikor menekülnek, és ott beomlik egész Los Angeles, beomlik a, a vízbe, a csendes utcába. Hú. és autóval mennek Autó elő egy limuzinnal, igen azt hiszem, igen. egy limuzinnal sikerül megelőzni a Szent András törésvonalnak a repedéseit aztán még repülőről is sikerül felszálljuk, stb. Stb. És, stb. és akkor kicsit nézzük meg Michael Bay-t pont azt akartam én is mondani én a legutóbbi én. filmjét azt elkezdtem nézni 2019-es, az a címe angolul hogy Six Underground játszik benne például vagy hát főszerepet játszik benne ugye Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, aki korábban inkább Marvel filmekben tűnt fel, legalábbis utóbbi években ugye tudjuk, ő alakította például deadpool ami a maga nemében nem is rossz, mert hogy vicces, poénos, teljesen különbözik a képregénytől, de mindegy. Viszont ezt a filmet elkezdtem nézni, gondoltam, hogy ez a csávó, mint név, akár mondhat, vagy nyújthat talán valamit, hát kb. néztem el olyan 20-25 percet, és akkor abba Ezt a filmet igen. én is megnéztem. Végig és nézted? Jó, végig néztem, esküszöm. Akkor legalább mondjál valami igen, teljesebbet róla. Te akkor te a filmnek a klipjét nézted meg, ugyanis a Hát az egy első autó, 20 ő, perc igen, az, egy ilyen, az egy ilyen látványorgia, ha jól emlékszem Olaszországba üldözési jelenetek vannak összevagdósul, össze, nagyon látványosra, és az egész tényleg olyan, mint egy 20 perces klipet néznél, és totál minden be van lassítva, ugye egy kanyar úgy van bevéve, hogy, hogy közben még elmond egy monológot a, 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 a főhősünk, és így végig gondolja hangosan a, az egész életét, és, és ott, át nem, tehát ez, ez ja, és hogy én végignéztem a filmet, de esküszöm, hogy nem tudom, hogy miről szólt. Tehát én még nem jöttem rá abban a 25 perc, hogy miről szólhat, úgyhogy akkor nem összetem szerintem sokat vele. Ugye menjünk tovább a filmjeinél a Michael Bay-nek, ugye hát sokáig, manap, hát még mai napig is sokan emlegetik ugye az Armageddon, hogy az egyik legjobb világvégés film. Hát, akik azt mondják, akkor az a saját véleményük, szerintem egy, vagy már mondtuk egyébként most korábban, hogy a csöpögés, meg minden, de a csöpögés érvényes teljes mértékben a Pearl is. Tehát annál csöpögősebb, Másik legháborús filmet én még soha nem láttam. És ezt három év alatt összehozni. És még rohadt hosszú is a Pearl tehát hogy időben is nem tudom hány perc lehet, Nem tudom, nem sikerült azt a filmet megnézni, de ha már említettél Amerik filmet, ami nézhető, akkor én is említenék egy Michael Bay filmet, ami nézhető. Bár arra is rá lehet húzni az ilyen tényleg hatásvadász, meg tényleg minden olyan grandiózus és nagy, ez a 2013-as Pain and Gain, nem elég pontosan nem emlékszem pontosan, mi volt a magyar fordítása, de de ö, bár ezzel el lehet adni egy filmet, szóval igaz történet alapján ö, ö, alakult ki ez a forgatókönyv, és aztán a film, és úgy nagyjából elég érdekes volt. Két ilyen izomagy a főszereplő, az egyik ugye bár a The Rock, a másik meg a Mark Wahlberg ö, Wayne, the Rock. Wayne, Wayne the Rock Johnson, igen, bocsánat, és akkor ők ügyeskednek. Amúgy ilyen testépítők a fickók, mind, mind, mind a kettő, és ilyen több gazdagok lesznek mondjuk nem egy nagy sztori, de de amúgy az mondjuk tényleg nézhető film volt annak ellenére hogy Michael B rendezte azon kívül ugye bár az ő nevéhez fűződik a Bad Boys franchise ugye ő rendezte ha jól tudom az mind első-kettőt mind mindenképpen most nem tudom azt nem tavaly a harmadikat is talán ő vagy rendezte, de tavaly. előtt ö, ö, jelent meg a harmadik rész azt nem tudom pontosan hogy ö, hogy az is az ő nevéhez fűződik de ö, ugye az ilyen befutott ö, tehát egy egy, azt is ő rendezte. Bad egy Bush film, hogyha... Mindörökké rossz fiúk a címmel van, igen, igen Egy igen. film, hogyha egyszer befut, akkor azt, azt biztosan elkönyvelhetjük, hogy abból franchise-t fognak építeni. Ha egy recept jól működik egyszer, akkor jól fog az működni, akár nyolcadjára vagy tizedjére is. Bár azt látom, hogy nem ő rendezte, legalábbis itt a harmadik részén a Bad Boys mindörökké rossz film. Azt írja, hogy rendezők Billal Fala és Adil El Arbi. Mindegy, biztos benne volt az ő keze is, ha már a... Bruckheimerek biztos, mert potfó Will Smith mellett többek között akkor. Igen. Viszont ami jó, bocsánat, vagy mondom. Nem, mondjad. Ami viszont nekem egy picit a pozitív oldalra billenti Michael Bénye, hogy mondjuk volt producer olyan filmeknek, amit legalábbis kettőt néztem ki, aminek volt többek között producere, mert hogy ő nem csak rendez, hanem producerkedik is, ugye. És az egyik az a hang nélkül, ami a Kaczynski, jól az úriember nevét? Igen, John kaczynski az első rendezése is, ha jól emlékszem, a hang nélkül. The Quiet, vagy a Quiet Place az angol címe. És ugye főszerepet is játszik benne a Emily Blantal együtt, ugye Krasinski. Tehát ennek volt uh, producere például Michael Bay, ami szerintem egy jó film. Nekem legalábbis bejön ez a film. Ennek ugye lesz második része, vagy már elkészült. Már elkészült. Már elkészült csak csúszott a bemutató. És eljötti. azt hiszem, hogy ennek is uh, producere többek között uh, Michael Bay. A másik pedig mondjuk nem kedvencem, vagy nem egy nagyon-nagyon nagy film, vagy nem egy nagyon jó film, viszont úgy kicsit elgondolkodtató, sőt, a nagy világot tekintem meg talán még inkább, ugye. The Purge című film, annak ugye lett több része is, úgy érek, hogy purge. És ja. uh, most a magyar címen nem teszem be, hirtelen, hogy hogy is forítják, de valami olyasmi, hogy a megtisztulási éjszakája, vagy valami hasonló magyar címmel fut. Ott van, a bűnészakája. A bűnészakája. Ugye annak van több része is, most már azt hiszem lett egy sorozat is talán belőle, és uh, mondjuk ennek a, ennek a mozi franchise-nak, vagy több résznek a, az időbeli sége, az mondjuk pont fordítva lett megrendezve, vagy megfilmesítve, mert hogy azt hiszem a legutolsó része, ami nemrég kijött a mozikban, az pont a legelső, úgymond ilyen éjszakát tárgyalja. Ennek annyi röviden a sztória, hogy uh, az Egyesült Államokban járunk, elvileg közeljövőben, vagy nagyjából a saját jelenünkben, viszont egy kicsit másképp néz ki a világ, úgy néz ki a világ, hogy van egy nap, egy éjszaka pontosabban, amikor is az Egyesült Államok területén belül lényegében bármit megtehetsz szabadon, büntetlenül, következmények nélkül, azt jelenti, hogy meg is ölhetsz bárkit, pusztíthatsz, fosztogathatsz, betörhetsz emberekhez, bármit megtehetsz fegyverrel, fegyverre, bármilyen dolgot használhatsz, és uh, semmilyen következő nem fog ez járni utána. És az úgy néz ki, hogy mondjuk uh, este kilenckor becsengetnek, reggel kilenckor kicsengetnek, addig mindenki próbál beszárkózni az otthonában és aki meg akar, az elindul az utcákon, és uh, betör, meggyilkol, megerőszakol, pusztít, írt és rabol. A lapos tévéket nem láttam a filmben, hogy esetleg szedtek volna ki vitrinekből, de az sem kizárt például. Ez a produceri uh, körre akkor Michael Baynek, és kicsit akkor menjünk át mondjuk uh, még egy picit maradjunk Akkor Michael maradjunk, ménél, mondjam, mert, mondjam. ha már a képregény szóba került, azért az ő neve mellett mm. nem lehet elmenni a Transformers franchise nélkül. Ja, Jó emlékszem, hogy 2007-ben jelent meg az első az Transformers első. rész, amire aztán hát, elég elég gyorsan jöttek a következők, vagyis talán volt egy kis kihagyás a 2007 meg a 2014-es rész között, de utána rögtön készült harmadik. Ja, nem, bocsánat, 2009-ben is volt egy Transformers, úgyhogy ha jól látom, már van négy Transformers-szebb a franchise-ban, és lett külön még egy spin-off része is, ugyebár az űrdongó nevű robotnak, úgyhogy ezt is sikerült elég szépen felpumpálni, meg összerakni. Még az első része nem is lenne igazán nagy bajom a 2007-essel az még viszonylag szerintem nézhető, illetve főleg az első jelenet sor, amikor érkezik egy helikopter a sivatagban, és egy amerikai katonai támaszpontot támad talán, meg, vagy hasonló, az úgy még teljesen jó is van megcsinálva, meg, meg, megalkotva, és maga a film az úgy elfogadható, de a későbbiek azok szerintem totál gagyiak lettek meg. hiába próbáltak ilyen óriási neveket bevonzani, mint mondjuk, hogy tudom én, ha jól emlékszem, Jack Nicholson is játszik, a, vagy nem, bocsánat, John. Anthony Hopkins is játszik Igen, a, egyik. Igen, John Turturó. Igen, tehát uh, ilyen grandiózus. Siha ott mondjuk tudjuk, mert ő a főszem, akkor uh, az első részek. Az első Há, de azt hiszem talán még második, harmadikba is, mintha. Igen, lehet. Meg talán nem Mark Wahlberget mondtad, vagy nem? Volt, volt Igen, Mark, Mark Wahlberg, meg uh, most már a hölgyikét, aki az első részben is volt, Fox. Oh. Megan Fox. Megan Fox. igen. Ő általában azért nem került be, a későbbi filmben összeveszett, vagy Michael bay vagy a producerrel, de azt hiszem, hogy Michael B. el veszett össze, hogy hasonló, úgyhogy mi éneket is tudunk, ha játok, ha esetleg nem olvastatok, vagy ha nem, nem, hallottátok már korábban. És akkor ugye mondtuk, említettük Tony Scottot, mert ugye Jerry Bruckheimer nem csak, hogy Michael Bay filmeket producerelt, vagy nem is tudom, hogy, ezt, hogy mondják ezt, Támogatott. Támogatott, jó. <laughs> volt fogjuk ezek a filmeknek többek között, hanem nagyon sok, én be is csillagoztam egy párat, ami úgymond közös filmje volt Jerry Bruckheimernek, Tony Scotttal. Tehát ugye uh, Jerry Bruckheimer, ugye mondom akkor a Michael b S. filmeket, tehát producer volt a Bad Boys-nak, legalábbis az elsőnek mindenképpen, akkor megiket uh, melyiket láttam a Sziklának, az Armageddonnak, akkor még volt itt talán a a Pearl Harbornek is így van, így van. És akkor voltak olyan filmek, amelyeket meg Tony Scott rendezett, és Gary Bruckheimer volt a producere, ilyen többek között a Top Gun, 1986-ból, ilyen többek között a a Crimson Tide, ami 90-ben készült, Denzel Washington a Gene Hackmannel főszerepben, ennek lett a magyar címe az utolsó esély, nem tudjuk, hogy miért, mármint, hogy na, sejthetjük, de hát mindegy. Akkor volt egy másik, ami Will Smith-szel készült a közellenség, annak a címe a Enemy of the State. És abba is Gene Hackman volt. Abban Gene Hackman, és ugye hát igen, Will Smith, igen. Akkor volt egy másik, ami korábban mondjuk időben, azt nem mondtam, de szintén uh, Tom Cruise-zal, és ott pedig uh, Nicole Kidman játszott a női ez a, mint a villám volt, amikor Tom Cruise egy, ö, nem, hanem egy autó, egy ö, NASCAR pilótát játszik benne, nem rémlik, ez 1990-ben készült, szintén Tony Scott rendezte, és Bruckheimer volt a producere, akkor a Deja Vu, Denzel Washington, szintén Tony Scott és szintén Bruckheimer, a Black Hawk dal, amit viszont mondjuk a disco rendezett, ugye, a olyan végveszélyben magyar folytás, az 2001-ben készült, igen. Az a jó kis film szerintem egyébként nekem bejön. De mondjuk Tony Szka sem rosszabb, tehát azért... Uh... Én elég sok Tony Scott filmet igen. láttam, és például az előbb említett Deja Vita, azt többször is kivételesen. Igen, az sem rossz egyébként. Hát azt is, is sokat, nemében, sokat szokták becsmérelni mostanság, de gondolom ez az idő miatt van, az, az is 2007-es, ha jól emlékszem. 2006-os, 2006 a Dejavit, 6 igen, 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 Tehát, hogy azért már 14 év alatt sikerült elővenni egy párszor, vannak benne logikai, nem feltétlenül okos húzások, de engem megvet kilóra az a film, meg Denzel Washington. Uh, Denzel washington mindig is kedvelem, és ők elég sokat dolgoztak ha már itt az ilyen közös munkákkal. Mármint Bruckheimer is, vagy Tony nem, Scott nem, is Tom, Washington. Elég sok Tony Scott filmbe uh, uh -huh. Denzel Washington a főszereplő. Igen, igen. De látom, igen, Will Smith mondjuk itt csak egy alkalommal van a, a listámon legalábbis. De ott van például uh, Nicolas Cage kérdése, aki szintén visszatérő lehet bár inkább mondjuk Bruckheimer részéről, vagy hát lehet, hogy mondjuk Nikolász Kézs több Bruckheimer felé? Azért Nikolász Kézsnek jó kapcsolatai vannak Hollywoodban. Hát ne viccelj, hát a nem tudom a, hú most nem akarok hülyeséget a mondani, húsa? de azt hiszem a nagybátyja, a nagybátyja? A Francis Ford Coppola. Jaj tényleg, a nagybátyja. A igen, nagybátyja, úgyhogy igen, bátyja, úgy, hogy, úgy, hogy igen ő, ő nem feltétlenül, hát hogy mondjam, hogy fogalmazzam meg úgy, hogy ne bántsak meg senkit, tehát hogy nem feltétlenül a színészi, a színészi, színészi tehetsége én. miatt került elsősorban oda. De szerintem nem rossz színész, a Nicolas Cage, nem nem akarom bántani, de valószínűleg, hogy azért, azért ott voltak uh, ilyen családi picit ilyen tudod így egy kicsit... Közeledések. Így, hát így megtolták egy kicsit hátulról a Nekem egy film van, amiben ő játszik, és amit jónak tartok, az pedig a... Nézd meg, lapsuszom lett, Jó, igen. Amikor halálra akarja magát inni. De, az, de az mondjuk nem tartozik ezek... A nem, nem, csak hogy Nicolas Cage a főszerepet, nem. annyiban utaltam csak rá. Igen, ha igen. már Nicolas Cage és itt elidőzünk, akkor én, nekem is van egy, igen, a Las Vegas végállomás, azért meg is kapta ugyebár a legjobb férfi főszereplő oszkárdíjat, jelentsen az bármit is, illetve hát ugye a tavaly, hogy mennyi az, 2018-as mendibe is szerintem. Ja, igen, Bármás kategóriájú film, tehát hogy mondjam, tehát a Las Vegas végállomás egy kategória, az, ezek a... Bruckheimer nevéhez fűződő filmek, mint a Fegyenc járat, a Nemzet Aranya és a többi, az megint egy kategória, és akkor a Mendi című, uh, hát treser vagy Slasher, Horror, horror kategória. Igen, igen, az meg megint más jelgő, de mind a háromban én úgy gondolom, hogy amit kellett, ő belerakott már, mi Nicolas Cage-re, gondolok még mindig. Igen, Nicolas Cage. Mondtad, hogy a Nemzet Aranyát is hát három rész, és uh, hát. nem tudom, hogy mind a hármat ő támogatott -e anyag, mármint, hogy Brookheimer, nem Nicolas Cage, de szerintem Nicolas Cage lehet, hogy beszállt ebbe a bizniszbe, mert hogy na, ez egy viszonylag, kicsit ugyan nem aki nem ismerek, kicsit ilyen, a, kicsit ilyen Indiana Jones-os áthatás, igen, igen. valahol. 21. század Nagyjából igen, 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 tehát kincshadászat van benne, kalland és akció. Látok itt még egy, egy eléggé befutott, vagy befuttatott, inkább így mondom, franchise-t, ami, ami a Brookheimer nevéhez fűződik, az pedig a Karib-tenger kalózai amit, amiből sikerült ugyancsak egy olyan jellegű ö, hát, mozisorozatot készíteni, mint a, mint a Transformersből. Én be kell valljam őszintén, hogy ezekből nem láttam egy percet sem, se, vagy egy részt. Tehát nekem ez a Karib-tenger kalózai az olyan egy kategóriájú, mint mondjuk a, a Harry Potter széria, vagy a Gyűrűk bár a Gyűrűk azért láttam akár több percet is. Kari tengerből láttam azt hiszem az első két részt konkrétan és egészében. Hány rész van? négy rész van talán? Mintha lenne, Szerintem vagy négy több is, nem? Is van. Talán még tavaly előtt is jött ki egy... 2017-es. Az... az a legutóbbi 17-es, akkor négy éve. De hát az első részt nem is tudom mikor, 2006 környéké, négy, olyasmi, nem? Uh -huh. Hát igen, és a színész, aki meg főszerepet játszik benne, ugye Johnny Depp, és akkor van még egy Johnny Deppünk a magányos lovasban is, ami szintén, azt meg nem láttam. Na, abból, abból nekem nagyon friss élményeim vannak, bár nem láttam az egész filmet, de láttam belőle, mit tudom én, egy 25 percet körülbelül, és pont a végét kaptam el. A, azt tudom, hogy az hogy azt nagyon belett reklámozva még annó. Most hirtelen nem találom a, a dátumot, de az valamikor a 2010-es évek elején volt, ha jól emlékszem, és az óriási bukás volt. Tehát igen, azt, igen, igen, igen. hogy a, a kasszáknál. Igen, igen, De az igen. aztán lehet, hogy nem csak a kasszáknál volt bukás, nem? Mindenhol Tehát, hogy... bukás volt az a film, annak ellenére, hogy abba is rengeteg pénzt töltek, mint ahogy a, az ilyen jellegű filmeknél szokás, de az 2013-as közben itt megjelent előttem, szóval az... Az óriási nagy hudarc volt ez a film, és, és uh, amennyit láttam belőle, így meg is tudom érteni. Tehát uh, nem nagyon vágtam le az egész történetet, úgy nagyjából összeraktam a kis fejembe abból, hogy uh, hogy mi történhetett uh, uh, ebben a, ebben a uh, mozifilmben, de nem tudom, nem, nagyon nem az én világom. Amúgy lesznek, akkor arról is beszéljünk egy picit, hogy mik várhatóak, mert hogy várható például a Top Gun 2 idén elvileg, ugye 2020-ra ígérték a Top Gun második fejezetét. Amit lehet róla tudni, az mindenképpen az, hogy le lesz egy olyan alcim, hogy Maverick. Ugye a Maverick volt, ha jól emlékszem, ugye a kódneve vagy hívó neve a Top Gun 1-ben Tom Cruise-nak, mint pilótának. Ez volt a sisakár is talán rá nyomtatva vagy rá dekorálva. A rendezője Joseph Kosinski lesz zenét nyilván ház címer talán ki más is szerezhetné, illetve még mellette van mondjuk Harold meyer neve, én a nem ismerem. Viszont Tom Cruise lesz a producere, és uh, Jerry Buchheimer is producerként fog itt szerepelni nyilvánvalóan. Állítólag 2021. július 1-én tervezik a bemutatását, mégpedig Szingapurban. Én is most szereplő Gárdát nem látok, de, de igen, Tom Cruise és Vár Kilmer elvileg visszatérnek. Tom Kudu, ugye hát Pete Maverick-ként, pedig Tom Karanszki-ként, akkor uh, hát ugye Val benne az első részben is, ha nem tévedek, nem volt benne. Azért Val Kilmer eltűnt egy időben, és ami furcsa az, hogy időben úgy láttuk őt, hogy az elég elhízott. Mondjuk ez jó most ilyen bulvár jellegű, nem tudom mi, de nem úgy tűnt neked, úgy, tehát hogy amikor egy feltűnt, feltűnt filmekben, lézték. akkor azért elég elhízott. Keresem, hogy az első részben játszott. -e. Inközben akkor elmondom Jó. A már jövőbeli tervekről, az, hogy van itt egy Jerry Bruckheimer által producerált akkor, vagy nem tudom, hogy hogy egyeztünk meg. Lesz Bad Boys 4 is, dátum még nincs sehol, de a tervek már megvannak, úgyhogy hát aki szereti ezt a, ezt a franchise-t, az mindenképpen ki lesz elégítve, majd még egy nagy akció dömpingel, illetve orgiával, természetesen Will smith és... Hú, most gyorsan akartam mondani a másik fickónak a nevét, és most uh, nem fog eszembe jutni. Mondom, nem kell meg gyorsan megkeresni. Húzom az időt. Szabó is biztos tudná. Lóri, kollégánk. Lóri Martin Lorenz. Igen. És a Martin Lorenz is fogja rendezni ezt a negyedik részt, várja, várja. nem mindegy. Sőt, olyan lesz, hogy producerek Michael B. és Jerry Bruckheimer. Szóval ez egy nagy durvánás kell, hogy akkor nem. Tehát nagy nevek vannak itt. <laughs> Csak engem, engem az érdekel, ha már a harmadik résznek az volt az alcím, hogy mindörökké rossz akkor mi lesz a negyediknek? Tehát ez, hogy lehet még überelni. Bár ezeket a fickókat uh, uh, ismerve szerintem biztos találnak egy még elvenés. Meg Megvan az alcím, mondja az alcímét, mi lesz for life. <laughs> De mi a különbség a hát kettő között? Right together, die together, bad boys for life. Will Smith, Martin Lawrence, mint mondtam, ő is rendezte. De mi a különbség a hát mindörök és a for life ezt között? nem tőlem kéne megkérni. Ezt egy levelet a Martin lawrence nek hogy, hogy ő ott van a de nézzük, hogy mennyi, tehát hogy addig nyúznak egy, egy franchise-t, addig a nyúzták a, tra, a transformers addig nyúzták a Nemzet Aranyát, addig nyúzták ezt a Bad Boys-t, addig nyúzták a Karib tenger kalózait, lehet még lesz egy függetlenség napja, harmadik részt is ki tudja, meglátjuk. tehát, addig, hogy ezeket még mi nyúzzák, ezeket a az stílusokat, az a filmeket. a legjobban, hogy, hogy, hogy annak egy ilyen izé alcímet, aminél már nem lehet nagyobb, de aztán kitalálnak még egy nagyobb valamit, amit uh, adnak. Tehát mindig lehet überelni azt a, azt a maximalizmust, és talán ez, ez, a ez a kulcsa az egésznek, hogy ezzel lehet eladni az embereknek ezt a, a sokat. Mondjuk nem ide kapcsolódik konkrétan, nem is tudom ki a rendező egyébként. A de szintén ugyanaz a világ lényegében, csak talán egy picivel azért minőségibb akciófilmnek tekintem én legalábbis a, a Die Hard-okat, ugye. Uh -huh. Nem, tehát jó, a negyedik részt azt nem, tehát azt nem tudom, láttad vagy nem láttad, de az már olyan nézhetetlen kategória legalábbis számomra, de hogy az első három rész, azt szerintem még egészen rendben, az első nem is beszélve, az egy teljesen jó. John McClane ugye a, a karakter, aki, aki szerepel bennem, úgy értem, hogy persze ő, ő a ő, Bruce Willis, igen, John mcclane -ként. Nézem, hogy rendezőt találok kell. -e. Legalábbis az első résznél, hogy az 88-as volt a Dragon az életed, és a rendezője pedig John McTiernan, aki egyébként rendezte ugye a Predator 1 -et. Szóval azért ez még egy olyan klasszikusabb akciófilm a 80-as évekből, és szerintem emiatt még van egy, is egy, jó kis hangulata, hangulatisága. A második rész már nem tudom, hogy ő rendezte, de lehetséges, hogy nem bár nézem, az szerintem 1990 es a harmadik rész volt amúgy a legjobb rész. Az is jó volt, igen, igen. A rendezőjeiket a második résznek az Renny Harlin. Őről nem is hallottam, igen. őszintén megmondom eddig. Ugye ez a drágán ad az életed a második része, ez a még drágább az életed volt. A harmadik részt rendezte ugyancsak Joe McTiernan. Akkor visszatért, és az is jó egyébként. Hát mint szerintem az a legjobb. Tehát é, mondjuk igen, a, amúgy, amúgy, igen, igen. A negyedikre nem emlékszem, szerintem azt nem láttam, de az első háromat mindenképpen, és ez a harmadik, ez a 95-ös az várjál, várjál, van ötödik rész is, akkor én tévedtem. Jézus Isten. Igen. Igen, a harmadik is szerintem az az a legjobb, igen, jól mondod egyébként. Az 95-ben készült, az élet mindig drága. Igen, az egy jó is, az kicsit olyan hészfilenes is valahol, nem? Tehát azért rablás van benne, a trezort, azt kipakolják rendesen New Yorkban, szóval nem rossz. Igen, John McTiernan visszatért, és akkor tényleg öt rész van, tehát a negyedik rész az készült 2007-ben, a legdrágább az életed. Vagy Die Hard 4.0 -a, a címmel még Len Wiseman rendezte. Ő nekem nem tudom, hogy ismerős, de ismerős alapon. És, és ugyanez a név fogja rendezni, lesz majd egy, itt is egy spin-off az a cím, hogy McLean. Úgyhogy lesz majd. Dátumot Na. nem látok, de Bruce Willis neve természetesen fényjelzi a dolgot. Uh -huh. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből. Az ötödik rész, ami Die Hard, ugye az 2013-ban jött ki, Drágább, mint az életed. Ezt is úgy ragozták, és hozták már, hogy hú. Azt hiszem, ezt ezt rendeztek egy csomó jelenetet Budapesten, ami ugye Moszkvában van, de ugye hát amerikai embernek a kelet az már tök mindegy, hogy Budapest vagy Moszkva, mert keletre van tőlünk, úgyhogy az már mindegy. Tehát drágan ad az életed, még drágább az életed, az élet mindig drága, legdrágább az életed és drágább, mint az életed. Ez az öt alcím. És akkor ugye lesz a spin-off, amit mondta a McLean. Hát Na. kíváncsi vagyok, hogy ezt hova tekerik még ki, ha lesz alcím. <laughs> McLean mindig drága, hogy nem tudom, nem. Na mindegy. Igen, de hát ez a John McTiernan még róla majd beszélgethetünk esetleg más alkalmakkor. Más... Róla um, beszéltünk, azt hiszem. McTiernanről konkrétan? Aha. Mikor, a, mikor, a... mikor beszélgettünk a Vedatorról, meg ilyesmi. Igen, figyel? volt egy ilyen legjobb filmek szerintünk az elmúlt mit tudom én hány évben, és akkor megemlítettük a, a ragadozónk így, hogy Die Hard is a nevéhez fűződik. Uh -huh. Jaj, tényleg, az lehetséges, igen, igen, igen. Az még egy kor korábbi podcastünkben volt, amit megtaláltuk a YouTube csatornánkon, így most gyorsan át is lehet majd kötni innen a, a, a többi podcastünkhöz. És hát nagyjából ez volna a válogatásunk erre a mostani beszélgetésre, hogyha esetleg adtunk olyan tippeket, amiket eddig filmként nem ismertek, akkor szerintem lehet azért búvárkodni, vagy lehet címek között még kajtatni, keresgélni. Meg hát várjuk a Top Gun 2-t, meg várjuk a mclean t meg hát már mind olyan értelemben várjuk. Így egy szombat este, majd szülyenben. lehet, hogy be fog csúszni pár év múlva, hogyha nem lesz nézni mást. Köszönjük a figyelmet akkor, és ha van bármi más vélemény, mint ami a miénk volt, akkor szívesen fogadjuk. Írjátok nekünk kommenteket akár a Facebook oldalunkra, vagy akár lehet nekünk YouTube csatornán is kommenteket írni, lehet csatlakozni is hozzánk, illetve, mármint persze a YouTube csatornánkon, valamint lehet bennünket Spotify-on hallgatni, Encore FM -en, és lehet uh, követni bennünket Instagramon is, meg persze hallgassátok az íródásainkat minden hétköznap legelkélesztő 10 óráig az érhangja.ro per rádió honlapokon keresztül, vagy pedig az online rádió gyűjtő oldalon a Lidl.hu gátorán keresztül is lehet bennünket hallgatni, követni továbbra is. Köszönjük a figyelmet, és szép napot! Sziasztok! Sziasztok! Ha 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 ha